Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és jöjjön az újabb karantén. Hogy kik lesznek ma velünk? Hát itt lesz két vörös proletár DK-s harcos. Meg kell védeni a magyar családokat a Fidesz által okozott válságtól. Aztán egy nyálas kis turha, aki momentumos kisfiú. Ezt már sokszor elmondtuk momentumosként, hogy ez a kormány csinált jó dolgokat is. És természetesen jön a hatalmas zsidózó, jobbikos, az új elnök, aki szerint a Fidesz a szélsőséges. Nézzék meg azt, hogy az elmúlt 10 évben mit tettem le az asztalra. Tartsatok ma is velünk! Lehet, hogy unjátok Kálmán Olgát, de aki annyira független, és persze objektív, mint Olgika, az nem maradhat ki, mert majdnem minden héten megvillan. Na, ebből kapunk egy kis részletet. Nincs megállás a szakadék felé félúton. Igen. Sajnos voltam a nemi gondozóban is, és kiderült, hogy trippet kaptam tőle. A 409 forintos euró után eljutottunk a 30%-os élelmiszer drágulásig is. Orbán Viktor addig gyengítette a forintot, hogy a multik kedvében járjon, addig halmozta az államadósságot, és addig járatta csúcsra a kormányzati korrupciót, hogy mára elvesztette az irányítást a forint és az infláció felett. Ilyen Magyarországot képzelek el. Orbán Viktornak és kormányának köszönhetjük a 30%-os élelmiszer drágulást. Így azt is, hogy 10.000 forint alatt már nem is nagyon lehet bevásárolni. A demokratikus koalíció szerint a gyenge forintnak és a magas élelmiszer áraknak az Orbán kormánya felelőse. Ezért az Orbán kormánynak kell viselnie a következményeket is. Hussolj! Bárhogy én. Te. A DK azt követeli, hogy a kormány csökkentse 0%-ra az alapvető élelmiszerek áfáját az év végéig, hogy ne az emberek és a családok fizessék meg az orbáni inflációt. Elég volt abból, hogy Orbán Viktor miatt hagyunk ott vagyonokat a bevásárlásnál, de a kormány még eközben is tartja a markát az áfa bevételért. A DK szerint igazságtalan, hogy az emberek fizetik meg az orbáni gazdaságpolitika teljes csődjét. Na ne bassz! Na, itt van a DK pingpongasztala, legalábbis ez az ő térfelük. De miről is beszélt Olgika? Orbán kormány, Orbán Viktor, Orbán kormány, Orbán Viktor. Orbán Viktornak és kormányának az Orbán kormánya felelőse. Ezért az Orbán kormánynak kell viselnie az orbáni inflációt. Semmi más nincs, csak ez a mantra. Nem tudnak mást kitalálni, csak hergelni, egyenetlenséget szülni. Semmi más nincs a DK-nak a tarisznyájában. És persze ilyenkor, amikor ilyen brutális helyzet van, amikor háború van, amikor Nyugat-Európa lenullázta magát, amikor romlásba vitték az egész kontinest, akkor neki pont saját hazáját kell támadni, mert Magyarország még tartja magát, és nem feküdt be a sok hülyeségnek. Minden korszakban vannak hitvány hazaárulók. Emlékezzünk csak Mohácsra. Csak most szerencsére olyan korszakban élünk, amikor az országot nem ilyen szemétládák vezetik. Egy jobb világot akartam teremteni. Alig pár éve voltam politikus, és mégis miniszterelnök lettem, majd 2006-ban a semmiből. Visszahoztam a baloldal esélyét, végül a győzelmét, hogy reformok sokaságával csináljunk egy európai Magyarországot. Szevasztok! Menjetek a büdös francba Gyurcsány Ferivel együtt, ennyit a függetlenségről és az objektivitásról, most pedig következzen egy olyan momós, akiről még mi is azt hittük, hogy csak takarítani jár a parlamentbe. De nem, ő okoskodik is. Itt egy szövetségi rendszerben kell gondolkodni. Ugye azt azért fontos kiemelni, hogy a NATO minden tagtól elvárja a GDP arányosan a 2%-os ráköltését a honvédelemre. Ez Magyarország messze elmarad ettől, de minden másik NATO tag is, talán az Egyesült Államokon kívül. És igen, ameddig a rendőrök nincsenek az utcán, az egy sokkal, sokkal égetőbb probléma.
ugyanúgy, ahogy a pedagógus hiány is egy égető probléma, a rendőr hiány is egy égető probléma, pont egy hete vagy másfél hete volt, hogy több száz rendőr mondott fel a veszélyhelyzet megszűnésével, és ez egyre inkább akut. És elsősorban azért az országon belül kell megvédeni a polgárokat, és az, hogy van egy ilyen kommunikációs kettősség, hogy egyrészt békepártiak vagyunk, és nincs valós fenyegetettség, de közben a honvédelemre pedig sok száz milliárd forintot kell elkölteni, miközben, és félértés ne essék, tényleg fontos a honvédelem, tényleg hosszú távon erre kell költeni a magyar államnak, de addig, ameddig ilyen súlyos megélhetési válság van, 10%-os feletti inflációban, elértük a 410, vagy majdnem elértük a 410 forintos eurót, addig elsősorban azért az embereknek a megélhetésével kéne foglalkozni, az embereknek a belbiztonságával kéne foglalkozni, itt a rendőrhiányra utalva, és nem arra, hogy megvédjük egy esetleges potenciális jövőbeni támadótól az országot, úgy ráadásul, hogy egy szövetségi rendszerben vagyunk, ami egész biztosan megvéd bennünket. Mindig lesz egy hülye gyerek, egy nyomorék, élettelen faszkalap, aki azt hiszi, hogy ő kurvára tud mindent, ő szart a spanyol viaszt, és olyan baromságokat mond egyszerűen, hogy vicc kategória. Látjátok, ez a turhafejű nyikhaj kb. Ehhez ért. Láthatatlan ellenségről beszél, miközben migránsok tömegei támadják most is a magyar határt, és akkor ne feledkezzünk meg 2015-ről, Röszkéről. Addig rúgdosták a kerítést, amíg át nem törték a kaput. Közben a magyar oldalon több száz készenléti rendőr és terrorelhárító sorakozott fel. Egy ideig farkas szemet néztek egymással. Aztán előkerültek a kövek, a fadarabok és a palackok. Ugye a déli határkerítés iszonyatosan sok migránst állít meg, tart föl, akik nem jutnak el így Nyugat-Európába. De ha a momós kis turhafejen múlna, akkor talán még ez a háló is ki sem kerülne oda a határa, mert szerintem nekik ez is sok lenne. Primitív hazaárulók, és sajnos minden korszakban, ahogy már Olgikánál mondtuk, vannak ilyen alakok, és ha rajtuk múlna, akkor pont a végromlásnál ők aztán fejjel tennék bele Magyarországot és a magyar nemzetet a WC-be. De szerencsére nem ők vannak kormányon. De hát mit is tudnánk csinálni? Megmutatjuk nektek, hogy mi zajlik valójában a határon, milyen emberek vannak ott, és akkor ezek a remek nyikhajok, nem tudom, hogy mikor fognak majd végre belenézni a tükörbe, és azt mondani, hogy bocs, óriási tévedtünk. Mert a láthatatlan ellenség az bizony létezik. Hey, man! Fabrice, man! Jalla, Abdu! Van a zöri! Tököd a pisztolya, szívozol a zsarukkal? Hú, ugye milyen büszkék ezek a kis szemétládák, hogy fegyverrel másznak át a határkerítéseken. És ezeket kell védeni, ugye Bedő Nyomika? Mert neked ők nem léteznek, ezek láthatatlanok. Valószínűleg, ha ott állnának a hülye kretén fejed előtt, és pofádba raknák a fegyvert, akkor is azt mondanád, hogy hát ez valószínűleg Orbán hibája, vagy pedig nem létezik. Na, de hát ne okoskodjál, inkább nézzél szembe a valósággal, nem kell nektek politizálni, ha nem értetek hozzá, fölösleges nyálaskodni. Nyálaskodás? Itt jön ragacsos kezű barátunk, Gréci Zsoci. Figyelj, recskázunk egyet. Mert hogy ő visszatértem, ilyen emberekre van szükség a DK-nál. Ennek oka a gyalázatos pénzügyi rendszer, ami Magyarországon kialakult. Rekordon van az államadósság, rekordon van a költségvetés hiánya és rekordgyenge a forint, és mindezeket brutális hitelekkel próbálja ezeket a lyukakat betömködni az Orbán kormány. Ez az oka az inflációnak, és nem a háború. Ki a faszom vagy te, hogy bárkit megíték? Ugye hát itt egy átverésről van szó, itt 3,9%-os emelést lenged be a kormány, miközben az élelmiszer infláció az olyan 30% körül van. Ha valaki bemegy hétfőn egy közértbe és lát egy 40 forintos zsömlét, az két hét múlva 52 forintba fog kerülni, és ez a valóság. Ez az, amivel minden nap találkozik az ember, és nem csak a nyugdíjas. Ez az egyszeri 100 000 forint, ez legalább egy picit, egy rövid időre védetté tenni a nyugdíjasokat, legalább egy időre a vásárlást, vagy a rezsi kifizetését lehetővé tenni. Mi is tudjuk természetesen, hogy ez egy egyszeri támogatás. Nyilván valószínűleg többször is szükség lenne arra, hogy a nyugdíjasok ne érezzék végképp megalázva magukat az Orbán kormány által. Hát már ahhoz igen nagy pofa kell,
hogy egyáltalán megjelenjél, hogy visszatérjél, hogy ahelyett, hogy elbújdokolnál, mert hogy mindenki mutatja, hogy mi történt, Recska mester. Mi ez a hang? Csak én vagyok, recskázok. Mi? Miért? Így szoktam elaludni. Nem, te elkezdesz okoskodni. És még a nyugdíjasokkal példálózol, de hát megint kezdjünk bele, hogy te és a főnököd, Gyurcsány Feri, mit csinált 2010 előtt a nyugdíjasokkal? Igen, úgy látszik, megint bele kell kezdenünk, hogy hogyan tettétek tönkre az egész országot, köztük főleg a nyugdíjasokat, és te most aggódsz, és te pénzt akarsz adni nekik. Mert te biztos, hogy adnál, hogyha rajtad múlna. Nem, azt is szétloptátok, eladtátok, megoldottátok. Ennyi vagy, na de van egy nagyon jó haverotok, a Jobbik, és ott új elnök van, méghozzá egy, hogy mondják, konzervatív, középosztálybeli, meg hogy keresztény, ja, nagy lószart, egy szélsőséges zsidózó szemét, méghozzá ő, Gyöngyösi Márton. Azoknak a zsidó szervezeteknek mit tud üzenni, akik most is felhántorgatják ugyanezt, és azt mondják, hogy, mert most azt mondta az előbb, hogy ez már 10 éve volt, ők meg azt mondják, hogy hát azért nem volt olyan nagyon régen az. Hát, hogy 10 év az mennyire régen volt, az ugye nézőpont kérdése, de azt tudom nekik mondani, hogy én ezért elnézést kértem, és hogyha kíváncsiak arra, hogy ki Gyöngyösi Márton, akkor nézzék meg azt, hogy az elmúlt 10 évben mit tettem le az asztalra, és ezt a közösséget, amely korábban egy radikális párt volt, egy szélső jobboldali párt, az most már a jobb középnek a pozícióját vette fel, amely egy összeellenzéki együttműködésben szerepelt a legutóbbi választásokon. Akkor erre a pozícióra térjünk rá, mert azt mondja, hogy egy nemzeti konzervatív pártot szeretne építeni. Milyen lesz az? Mert mint egy ilyen eposzi jelzőt használták a jobbikos politikusok, hogy a néppárti Jobbik most konzervatív lesz az előttag, de mi lesz a tartalom? Mit jelent ez? Először is a magyar politikai palettán ugye jobb-közép, Európa párti jobb-közép nemzeti konzervatív párt nincs. Tehát tudom, hogy ezeket a jelzőket használja magára a Fidesz is, meg a Mi Hazánk mozgalom is, de ők azért, lássuk be, hogy eléggé a szélre tolódtak, és egymással versengenek abban, hogy hogyan lehet egyfajta Európa ellenes és egy ilyen illiberális, populista trendre felülni. Mi a pöcsöm ez? Ahogy észrevettétek, mindig és mindig van lejjebb. Az, hogy Gyöngyösi Márton, aki egy igazi kőkemény zsidózás után ideál, és a haverjai, akik vagy karlendítenek, vagy tetűhintásoznak, vagy valami undorító cigányozás, zsidózás nyomnak be, elkezdenek arról beszélni, hogy ki a szélsőséges. Gyöngyösi megérkezik, és hirtelen oda pozícionálja magát középre. Mert hogy ott van az ő helyük, ugye? Csak nem kellett volna karlendíteni, mint Zé Kárpát, nem kellett volna zsidózni, mint Gyöngyösi tette, és utána ez az ember azt mondja, hogy a Fidesz a szélsőséges. Most ez tényleg olyan, hogy fölköpsz a levegőbe, alász, és azt mondod, hogy esik az eső. Ezek az emberek itt tartanak, és ennyit sikerült változni ennyi idő alatt. A Jobbik a legutolsó rompártá vált. Jakab ide vagy oda, ezek már teljesen menthetetlenek. Gyurcsány tarisznyájába ül az egész csapat, úgyhogy a szélső jobb meg a szélső bal szépen összenőtt. Viszont hallásra. De mi is elköszönünk, mert mára ennyi volt a karanténvlog. Természetesen jövő héten is találkozunk, úgyhogy nézzétek a csatornán is, iratkozzatok föl a YouTube-on a karanténvlogra, jövő pénteken pedig újra itt vagyunk. Jó hétvégét, sziasztok!